Az október végén esedékes helyi közösségi választásokon a jelöltek ugyan egyéni jelöltekként indulnak majd, ám a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezetének illetékesei fontosnak tartják, hogy támogassák azokat a személyeket, akik a párt programjában megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért szállnak síkra. Polgárok jelölteket állítottak. Nem pártokra és pártlistákra megy a szavazás, de a Vajdasági Magyar Szövetségnek az állított jelöltek kapcsán van egyeztetett álláspontja, nézőpontja, és vannak olyan egyének, akik mögé föl tudunk sorakozni, és vannak egyének, akik bennünket is fölvállalnak. Ez nagyon fontos dolog, úgy érzem a mai világban, amikor már minden a pártoskodás és a pártpolitika körül forog. Nagyon fontos tehát számunkra az, hogy nemzetileg elkötelezett, a gazdasági és politikai programjával megegyező álláspontot képviselő embereket kiemeljünk és hangsúlyozunk, kik azok a mi számunkra. A párt illetékesei arra is felhívják a figyelmet, fontos, hogy a lakosság minél nagyobb arányban részt vegyen a helyi közösségi választásokon, hozzájárulva ezáltal ahhoz, hogy a helyi közösségekben olyan tanácsok alakulhassanak majd, amelyek valóban a lakosság érdekeit kívánják szolgálni.